Horváth Józsefné, a dombovári székelykör elnöke pozitívnak tartja a beruházást, mivel így lehetőségük nyílik olyan programok szervezésére, amelyet más módon és helyen nem tudnának megtartani. János atya fölszenteli, és akkor utána készítettünk igazi bukovinai galuskát, tegnap este ezt megfőztük, meg süteményen megvendégeljük a vendégeket, és a kertbarátok pedig borra hozzájárulnak ez a rendezvényhez. Ez az első közös rendezvényünk, én úgy gondolom, hogy megalapozza a jövőbeli közös együttműködésünket. Páldi Ede, a Kertbarát Egyesület elnöke elmondta, az első taggyűlésüket már megtarthatták az új épületben. Minden hónap második keddjén taggyűlést tartunk, amit eddig a művelődési házba tartottunk. Ezen általában olyan 20 és 30 fő között szokott részt venni. A teljes taglétszámunk egyébként 55 fő, majd ezeket a taggyűléseket tervezünk itt tartani. Szoktak egyéb összejöveteleink is lenni, a borhoz kapcsolódó neves ünnepeket, megünnepel Vince nap, Orbán nap, Márton nap, János nap, Ádista van belőlük egy jó pár, és ezen kívül is itt a lehetőség adva lesz ahhoz, hogy rendszeresebben együtt legyünk, időnként főzzünk, egy kellemesebbé tegyük az összejövetet. A borunk megvan hozzá, úgyhogy csak főzni kell valamit hozzá. Pintér Szilárd polgármester kifejtette, az önkormányzat hosszas egyeztetés után döntött a közösségi ház felújításáról, valamint a civil szervezetek kiválasztásáról. Elkészült az Erzsébet utca 16-ban egy impozáns épület. Meg kellett volna történni tartalom, és nagyon sokan törtük a fejünket rajta, hogy kik lennének azok a partnerek, akik erre a legalkalmasabbak is. Hát mondhatnám, hogy a legmegbízhatóbbak, hiszen egy olyan vagyont bízunk rá most két civil szervezetre, amit mindenféleképpen csak jó gazda gondosságában lehet végrehajtani. A székelykörre is az Kertbarát Egyesületre esett a választás, hiszen ők hosszú évtizedek óta már a város civil életében ékeskednek, és megbízható emberek alkotják mindkét civil szervezetet. Az épületet a város plébánosa Hegedűs János áldotta meg.